Kedves nézőink, június végén rendezték Ajkarendeken a német nemzetiségi tábort, ahova mi is ellátogattunk. Kérem, tartsanak velünk! Német nemzetiségi hagyományőrző tábor zajlott június utolsó hetében Ajkarendeken a Művöldési Házban, az Ajkarendekért Egyesület szervezésében. Hányadszor szervezték meg ezt a programot, és kiket hívtak meg? Az egyesületünk 6 éves, és az alakulásától kezdődően tartjuk ezt a gyerektábort. Ez egy hagyományőrző gyerektábor. Minden évben 60-80 gyerek vesz részt. Ebben az évben 65 gyermeket váltunk szeretettel, és hétfőtől péntekig, ma már a tábor záró van. Minden nap reggel 9-től délután 4-ig tartott a tábor, reggelente reggeli tornával, Bagdi Bellára ugrabugráltunk és táncoltunk, aztán utána a zászlófelvonás, aztán reggeli. A zászlófelvonás, van egy kis dalunk, amit majd itt megláttok az ablakon kiakasztva, eléneklik a gyerekek, és közben 3 gyerkőc felhúzza a zászlót, ugyanígy zárjuk a napot is zászló levonással. A zászlónkon Ajkarendek címere, illetve egyesületünk alakulásának az időpontja van rajta. Ez egy kézzel festett gyönyörű szép zászló. A gyerekeknek 3-szori étkezést biztosítottunk, reggeli uzsonna, és az ebéd az általában meleg volt. Mi volt a hét programja? A hétfő péntek az mindig itt a kultúrházban vagyunk. Hétfőn kézműveskedünk, pólót festünk, minden évben van egy pólófestés, amelyben a gyerekek saját kreativitásukat tudják kihozni, és sakverseny, kinti foci bajnokságok, játszunk. Ebéd az az iskolában történik, és akkor utána a kirándulások. Jani bácsival és a Robi bácsival lementek a mezőre, és íjat és vesszőket készítettek, íjászkodtak. A keddi nap, hát sajnos az most esős nap volt, így aztán kénytelenek voltunk itt maradni. Egyébként a Csurgóra mentünk volna kerékpáros kirándulásra. Kitaláltuk, hogy akkor itt lehet filmet is vetíteni, beültek indul a bakterházra, hát élmény volt 30 gyereket nézni, hogy végignézték a filmet. Bent a lányokkal kézműveskedtünk, lufit töltöttünk liszttel, hát ennek nagyon nagy sikere volt, az egész kultúrház tiszta liszt volt. Aztán paprikás krumplit főztünk, ennek nagyon örültek a gyerekek, minden is fogyott, és jött a szerdai nap, ez a Nomádiában szokott zajlani. Kerékpárral mentünk le és föl a rendőrség kíséretével, tehát ők segítették az utunkat oda és vissza. A Nomádiába történelmi bemutatót néztünk meg, akkor kovácsolni lehetett, és hát aztán utána mindent bele, tutajozástól elkezdve a vármászáson át minden zajlott. Csütörtöki nap, Somlóra mentünk kirándulni busszal, a hegykapunál leszálltunk, és a Margit kápolnán keresztül a kilátóra mentünk, ahol számháború volt, oda-vissza, 1-1 lett a végeredmény, Jani bácsi és Róbi bácsi vezetésével. Aztán utána megvásztuk a várat, és a vártól pedig a Dobai oldalra jutottunk át. Jól elfáradtunk, jó idő is volt, és Dobán keresztül akkor jöttünk haza, és akkor itt egy uzsonnával zártuk a napot, illetve csütörtökön, nem is az uzsonnával, mert akkor este diszkó volt, Váci Tamás minden évben szokott a gyerekeknek diszkót szervezni, nagyon jó hangulat volt, végig táncolták, és aztán egy itt alvás, kb. 20-25 gyerek aludt itt, hajnali 3-ig bírták a föntlétet, de aztán utána reggel 7-ig azért sikerült egy kicsit aludnunk. A mai nap péntek, ez a táborzáró, készülünk az esti tábortűzre. Gyümölcssalátát készítünk, megint itt fogunk ebédelni, zöldségleves, illetve főtt tészta lesz mindenféle ízesítéssel, mákos, diós, lekváros, ki mit szeretne, túros, és délután 4-re várjuk a szülőket. Amikor táborzáró, akkor őket is megvendégeljük, szalonnát sütünk, és aztán elbúcsúzunk egymástól egy évre. Milyen életkorú gyerekek vettek részt, és kik tartották neki a foglalkozásokat? 7 évestől 14 éves korig, elsődlegesen az Ajkarendekért Egyesület gyermekei, illetve az iskolában tanuló gyermekek vesznek részt. Aztán van 1-2 idegen légiós is évek óta. 65 gyermekünk volt, és... Hát akik már az óvodából első osztályba mennek, ők már részt vehetnek a táborba, illetve a 8-osokkal záródik. Szerencsére minden évben vannak már 8-ból kimaradt gyerekek, akik ide visszajönnek hozzánk, és akkor segítenek. Ugye le kell tölteniük az 50 órát, és mi itt alá tudjuk írni nekik. Ezen a héten hát 6-8 nagyfiú és nagylány segítette a munkánkat. Felnőttek közül
A nagymamák is például tegnap megleptek minket 200 palacsintával. Megérkeztünk a Somlóról, és 200 palacsinta vált itt minket, ennek nagyon-nagyon örültek a gyerekek. Reggelente, amikor sok szendvicset kellett kenni, amikor kirándulni mentünk, akkor nagymamák szívesen segítenek minden évben. És hát a tábor vezetőség az változó, de olyan 6-8-an vagyunk, akik folyamatosan itt vagyunk, és vigyázunk a gyerekekre, és programokat szervezünk nekik. A táborozás anyagi feltételeit kik biztosították? Hát kedvezményes a tábordíjunk, és ezen kívül az Ajkavárs önkormányzatának a civil pályázatán nyertünk 150 ezer forintot, és ebből a somlói kirándulást álljuk. Ötödször vagy itt a táborban. Miért jelentkeztél ennyiszer, és mi a legszebb élményed? Mit tanultál a héten? Mindig valami új dologgal várnak, ezért szoktam jelentkezni a táborra. Mindig valami izgalmassal várnak, valami újjal, ami mindenkinek tetszik. Neked mi tetszett a legjobban a héten? A somlói kirándulás. Neked mi tetszett legjobban az idei táborban? Az, hogy pólót festettünk, hogy megmásztuk a somlót, meg hogy itt aludhattam. Hálózsákban itt aludtatok a művelési házban? Nem, hanem ilyen szivat nagyon érszezon, és arra raktuk le az ágynemünket. Hát ez nagyon tetszett, mikor pólót festettünk, és ilyen liszt zsákot csináltunk lufiból. És azt mire használjátok? Hazaviszitek emlékbe, vagy játszottatok vele? Lehet vele játszani is, meg ilyen kis emlék is. Úgyhogy egy lufit kitágítasz, meg kell tölteni liszttel, össze kell csomózni, lehet rá arcokat, meg ilyeneket rajzolni. És akkor ilyen nagyon jó kis puha, ilyen nyomogatós stressz labdának is lehet használni. Húzzánk a sejjen lobogom, címerünk van közepébe kivarva. A rendre figyeletek sorakoznak, táboroznak alatta. Ugye, fiú, ugye, lányok, gyöngy ez az élet, ezők sejjen hajt.